Január végén Győr környékén már kimutatható és érzékelhető jelei voltak a pollen szezon kezdetének. Itt a gombák okozhattak tüneteket az érzékeny allergiások körében. Bár jelenleg még nagyon alacsony szinten van a különböző allergén növények porkoncentrációja, hatásuk már érezhető. A koratavaszi virágzó fák azok, amik először a problémát szokták okozni, tehát akár már február vége, március elején is emelkedhet a, például a fűznek vagy a nyárfának a pollen koncentrációja, és ez ugye kiválthatja az ennek megfelelő tüneteket, tehát ugye a szemviszketés, orviszketés, galatviszketés, tüsszögés, orfolyás és ugye az egyéb ilyen jól ismert allergiás panaszokat. Jellemzően március elején kezdődnek az allergiások problémái, az elmúlt években tapasztalható klímaváltozás miatt ez egyre korábbra tolódik. Már akár 4 héttel korábban is jelentkezhetnek az első tünetek az arra érzékenyeknél. A nemzetközi előrejelzések szerint a következő 10 évben ez a helyzet tovább romlik majd. Most azonban még nem késő felkészülni az idei allergia szezonra. Mindenkinek ismeri kell saját magát elsősorban, tehát aki tudja magáról, hogy érzékeny ezekre a növényekre, azoknak érdemes már egy kicsit hamarabb elkezdeni a megfelelő terápiát, természetesen a kezelő orvossal együtt működve. Meg hát ugye, aki megteheti, azért célszerű, hogyha minél több időt tölt olyan helyen, ahol nem található meg ezeknek a növényeknek a pollene, tehát például magas hegyi vidéken. A fűtési szezonban a beltéri allergén terhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések is. Ez tüsszögéssel, orfolyással és ordogulással, köhögéssel, szemviszketéssel járhat. A rendszeres takarítás és a gyakori szellőztetés mellett segíthet, ha a szőnyeget például laminált padlóra cseréljük. Ügyeljünk rá, hogy a lakásban a hőmérséklet ne legyen 20 fok felett, és a páratartalom se haladja meg a 60%-ot.